Üdvözlöm a Pannon Televízió nézőit, üdvözlöm az ötödikeseket. Szűcs Buda Jengelbert vagyok, a Petőfi Sándor Általános Iskola magyar tanárai Tóbecsén. Ma nyelvtanozni fogunk az ötödikesekkel veletek. Kezdjük azzal, hogy vegyétek elő a munkafüzeteteket, vegyétek elő az üres lapokat, hogy azokat, amelyeket én kivetítek, példamondatokat, legyen időtök, módotok leírni, átírni és együtt gyakorolni. A mondatról lesz szó. Ezt valószínűleg 5. osztályban, még valamikor évelején kezdtétek tanulni, és ebben az évben sokszor írtatok mondatot, elemeztetek mondatokat, de hogy mondat létrejöjjön, ahhoz azért tudnunk kell, ismernetek kell a hangokat is, hiszen a magyar nyelvben a legkisebb elem az a hang, illetve a betű. Biztos, hogy tudjátok, hogy mi a kettő között a különbség, de azért ki is vetítem. Ha kiejtem a hangot, akkor is a ejtésben hangnak nevezem, ha pedig leírom, akkor betűnek nevezem. És akkor most, hogyha megkérdezem, hogy hány hang és hány betű van a magyar nyelvben, akkor biztos, hogy mindannyian fogjátok mondani, hogy 39 hang és 40 betű. És akkor most vajon miért tenném fel a kérdést, és erre is biztos tudjátok a választ, hiszen a J és Elipszilon betűnket, azt jelölésben két betűnek jelöljük, viszont hangként csak J hangotnak ejtjük. És innen indulunk meg a hangok felől a szavakon át a mondat felé, hiszen ahogy a szavak hangokból és betűkből épülnek fel, majdan a mondatok szavakból fognak. Hát nézzük meg gyorsan veletek közösen, hogy a szavakat, azokat hogy is építjük. Először is ugye a hang és a betűk sora alkotja a szavakat, de az nem elég, kell hozzá jelentés is, hogy párosuljon. És most nézd meg a P, A, R, K hangok, odaírva betűk, nem jelentenének semmit, akkor az nem szó lenne. Viszont fákkal benőtt rendezett területet jelent, tehát már is értelmet nyert a betűk, a hangok sora, és így lett belőle egy értelmes szó. Na most, amikor értelemmel bírnak ezek a hangsorok, akkor szavakat kapunk, és a szavakat, hogyha egymás mellé helyezzük, akkor alakulnak ki a szószerkezetek, illetve a mondatok. Ezekhez kellenek ugye, a szavak végére a toldalékok. Ezt is biztos tanultátok, a toldalékok sorában a képző, a jel, illetve a ragok tartoznak, és esetünkben a mondat építésnél nagyon fontos a ragok, mert hogy a ragok illesztik a szavakat mondatokba. Hát ide írtam egy példamondatot, ha elolvassuk, Tibor friss kiflit vásárolt a boltban, látjuk, hogy a végződésekben két T betű, illetve a ban toldalék járul hozzá, és így alakul ki az értelmes mondat, mert hogyha ezek nem lennének, akkor azt mondom, hogy Tibor friss kifli vásárol és bolt, akkor egy-egy igét, illetve főnevet soroltam föl, illetve melléknevet a friss tekintetében. De a T a kifli végén a tárgy ragja már is megadja a mondatnak azt a jelentését, hogy friss kiflit vásárolt. Ugye tudjuk, hogy a másik T a vásárol ige végén az pedig múlt időnek a jele. És a hol vásárolta, a boltban vásárolta, tehát a helyviszony raggal zárjuk a mondatot. És így kapjuk meg az értelmes mondatot a szavakból, illetve hát a hangok, betűk sorából. Most a szerkezeti felépítéssel kezdtetek el valószínűleg foglalkozni még valamikor az év elején. Emlékeztek biztos rá, hogy a mondatot szerkezetileg hány csoportba bontjuk. Hát segítségül fölírom, vannak az egyszerű mondatok, és akkor ugye ebből következik, hogy majd lesznek összetettek is. Emlékeztek-e vajon, hogy az egyszerű mondatot hány alcsoportra bontottuk? Hát írok három példát, nézd meg, ír, Kati ír, illetve Kati levelet ír. Hát, hogyha jól megnézzük a mondatot, akkor az elsőben csak egy állítást közlünk, hogy ír,
és nem tudjuk, hogy ki az, aki ezt a cselekvést végzi, ezért hiányzik belőle az alany, tehát hiányos mondatot kaptunk. A következőben Kati ír, ismerjük az alanyt, hogy ki az, aki végzi a cselekvést, és mi az a cselekvés, ebben az esetben az ír. Kati ír, tehát ez egy tő mondat. És a harmadik mondatunk ebben az esetben Kati levelet ír, megint tudjuk, hogy ki végzi a cselekvést, Kati, mi az a cselekvés, ír, és azt is tudjuk, hogy mit ír Kati, egy tárggyal bővítettük a mondatot, már el is árultam, ez egy bővített mondat. Tehát a szerkezeti felépítés második része viszont az összetett mondat. Emlékeztek rá, hogy az összetett mondatot mi hozza létre, kell bele legalább kettő állítás. Nézzük meg a példamondatot. Anna azt mondta, hogy holnap tortát süt. Mely az a két állítás, ami a mondatban található? A mondta, illetve a süt. A két állítás közé viszont kell egy kötő szó. Azt húztam alá, hogy lássuk, a hogy kötő szó található benne. A következő példamondatunkban szeretnék iskolába menni, de most otthon kell maradnom. Megint két állítással bír a mondat. Az egyik részében van állításként, hogy azt állítom, szeretnék, illetve a kell a következő állítás. És itt is egy kötőszó áll a két mondat rész között, a de kötőszó. Zárójelbe jegyzem meg, amennyiben a nyolcadikosok nézik, valószínűleg ők már tudják, hogy az első mondat az egy alárendelt összetett mondat, a második az pedig egy ellentétes mellérendelt összetett mondat, ezt majd ti még nyolcadikig meg is tanuljátok. A beszélő szándéka szerint is csoportosítottátok a mondatokat, emlékeztek rá, öt csoportot tanultatok, ilyen a kijelentő mondat, most hogy kérném, hogy mondjatok egyet, akkor biztos, hogy hasonlóan tudnátok mondani egyet, hogy írom a feladatot, és emlékezünk rá, a mondatot az jelenti, hogyha a végén van írásjel is. Vajon milyen írásjel kell a kijelentő mondat végére? Hát pont. A következő az a kérdő mondat. Nagyon sok kérdést tudunk feltenni, például ki kopogtat, és a kérdő mondat végére a kérdőjel jár. A következő a felkiáltó mondat. Kiáltsunk fel, mondjuk azt, hogy sziasztok! És ugye a felkiáltó mondat végére jár a felkiáltó jel, hasonlóan felkiáltó jel fog járni a felszólító mondat végére is, mint ahogy itt látjátok, írjad a feladatot, és ahogy már említettem, ennek a mondatnak a végére is felkiáltó jelet teszünk. A következő az óhajtó mondat, hát óhajtsunk egyet, bárcsak mehetnék iskolába, diákjaim visszajelzéséből nagyon sokan szeretnének inkább itt ülni a padban már, és ennek a végére is egy felkiáltó jelet illesztünk. Tehát szerkezetileg osztottuk két nagy csoportra, egyszerűre és összetettre, a beszélő szándéka szerint öt csoportra, kijelentő, kérdő, felkiáltó, felszólító és óhajtó mondatra, és vajon tudjuk-e melyik az a harmadik csoport, az pedig a mondat logikai felosztása. Biztos tudjátok, vagy állítunk, vagy tagadunk, illetve tiltunk a mondatokkal. Hát nézzünk az állítóra először példát. Péter olvas, Fifi nyűszít, illetve hallgasd meg. Mind a háromban állítást mondunk, illetve állítással kérdezünk a Fifi nyűszít esetében. És nézzük meg a tagadót, Péter nem olvas, ugye tagadtam az állítást, nem Fifi nyűszít, ebben az esetben tagadtam azt, hogy valaki nyűszít, de nem Fifi, illetve ne hallgasd meg, ha már a tiltó mondatról is említést tettünk, látod, tiltjuk azt, hogy meghallgassuk. A következő viszont a mondatot alkotó szavak a mondat részek lesznek. Hát emlékeztek valószínűleg rá, itt is mintegy öt mondatrészt tanultatok. Először is vegyük az állítmányt kérdését. Biztos, hogy tudjátok, mit állítunk. Hát nézzük meg, típusában
attól függ, hogy az állítmányt mi fejezi ki, megkülönböztettetek igei, névszói és névszói igei, azaz összetett állítmányt. Hát nézzük meg a mondatokat, ír, olvas, illetve Zoli ül. Mindegyikre, ha rákérdezek, hogy mit állítok, ír, igével van kifejezve, olvas, szintén igével fejeztük ki, és a Zoli ül tőmondat esetében, mit állítok, hogy ül, megint csak egy igét használtam állítmányként. Nézzük meg a névszói állítmányokat, Fifi kutya, a fű zöld, Gabi az első, ebben az esetben is látjuk az állítmányokat, mit állítok kutya, mit állítok zöld, illetve azt állítom, hogy az első. A kutya esetében főnévvel fejeztem ki az állítmányt, a fű zöld esetében melléknevet használtam, és Gabi az első esetében viszont számnevet. A főnév, a melléknév és a számnév közös neve a névszó. Ezért nevezzük névszói állítmánynak. A névszói igei állítmánynál, ahogy látod a megjelölést, már kettő szóból fog állni az állítmány. Hűvös volt az este, esni fog az eső, édes lesz a torta. A következő az állítások, mit állítok, hogy hűvös volt, mit állítok, hogy esni fog, és azt állítom, hogy édes lesz. A hűvös ebben az esetben melléknév, a volt az ige, a melléknév az névszó, tehát innen a névszói igei állítmány, az esni fog esetében az esni az főnévi igenév, a fog a segédige, és ez alkotja nekünk meg a névszói igei állítmányt, és az édes lesz esetében az édes melléknév és társa a lesz ige, és így alakul ki a névszói igei állítmány. Gyakorlásképpen lehet írni mindegyik típushoz plusz mondatokat, hogy egy kicsit fölevelenítsétek az állítmányról tanultakat, és begyakoroljátok azt. A következő mondatrész, fő mondatrész az állítmány mellett az alany. Az alanyt tanultátok, van határozott, határozatlan és általános, és itt is nézünk egy-egy példamondatot. A határozotthoz Zoli ír, tudjuk, hogy kivégzi a cselekvést, Zoli, meg van határozva, az ég kék, tudjuk, hogy mi az, ami kék, ebben az esetben az ég. Te jössz? Kérdezzük, a te névmás szerepel alanyként, és mi megyünk, itt is tudjuk, hogy kik azok, akik mennek, azok mi vagyunk. Tehát mindegyik esetben meg tudom határozni, hogy kivégzi a cselekvést. A következő a határozatlan alany. Olvas, nevetnek, és valaki dobja. Nem tudom, hogy ki az, aki olvas, nem tudom, hogy kik azok, akik nevetnek, és emlékezz rá, határozatlan alanyt az egyes szám harmadik és a többes szám harmadik személyében végzett cselekvéseknél találsz. Ebben az esetben az olvas az egyes szám harmadik személyében van mondva, és a nevetnek az pedig többes szám harmadik személyében. A valaki dobjánál viszont egy névmást használok, egy határozatlan névmást, a valaki az határozatlan névmás, megint nem tudom, nincs meghatározva, hogy ki az, aki dobja például a labdát. Általános névmás esetében pedig általános névmásokat használunk, ez a mindenki, illetve a senki. Mindenki ír, senki sem ír, mind a két esetben általánosítok, és az egész közösségre gondolok, amikor a mindenkit, illetve a senki általános névmást használom. És akkor az alany, illetve az állítmány után, a mondat főrészei után következnek a mondat bővítményei. Első számú bővítménye a tárgy. Emlékeztek még biztos a kit, mit, kiket, miket kérdést használjuk a tárgy esetében. Gabriella babát kapott ajándékba. Állítom, hogy kapott, azt is, hogy Gabriella azt, hogy tudom, hogy ki az, aki kapta, tehát Gabriella az alany, méghozzá határozott, és mit kapott Gabriella? Babát kapott, kicsit ferdén dőlbetűkkel jelölve, ott látod, az a tárgy. A tárgynak a ragja a T tárgyrag, emlékezz az óra elején a kiflit,
a friss kiflites mondatra, és ott is a T tárgyraggal zártuk a mondatot. Ezek a jelölt tárgyak, ezt a hetedik osztály már nagyon tudja. A fiúk a labdát rúgják, ebben az esetben is azt állítom, rúgják, kik a fiúk, az alany, és mit rúgnak a fiúk, labdát rúgnak, a labdát az viszont a mondat tárgya, megint a T tárgyraggal ér véget. A kutya megugatta a macskát, mit ugatott meg a kutya a macskát, ebben az esetben a macskát válik a mondat tárgyává. Most van, amikor nem T-re ér véget, eddig ezek határozott jelölt tárgyak voltak, viszont van abban az esetben jelöletlen tárgy, amikor ni-re ér véget, mint ebben az Otto játszani szeret mondatban. Mit állítok? Szeret, ki? Otto, és mit szeret Otto? Játszani. A játszani esetében is a kit, mit, kiket, miket kérdésre ad választ, és ezért válik a mondat tárgyává, de nem jelölt tárgyává, mert nem T-re ér véget, hanem ni szócskával, ni toldalékkal. Itt az újabb példamondat, nevetni szoktunk a vicceken. Mit állítok? Szoktunk, ki, mi szoktunk, megint a mondat toldaléká, vagyis a szó toldalékában rejtve megtalálhatjuk a határozott alanyt, és mit szoktunk mi? Nevetni szoktunk, a nevetni válik a mondat tárgyává. A következő nagyobb bővítményi csoport a határozók, hát 5. osztályban 3 határozót biztos tanultatok már eddig, a hely, az idő és a mód határozót. Ezt fogjuk most átismételni egy-egy példamondattal. Nézzük a határozók közül a hely határozót. Emlékeztek még biztos, hogy a hely háromasságot fejezi ki. A kérdéseivel nézzük meg, hogy egy-egy mondatban, ha megkeressük a határozót, hogyan kérdezünk rá. Szabadkáról indult a vonat. Honnan indult Szabadkáról? Tehát ez egy távolabbi hely, és onnan valamerre fog menni az a vonat. Óbecsén megálltunk a nagymamánál, illetve a mamánál. Hol álltunk meg? Óbecsén. És Újvidékre igyekeztünk a múzeumba. Hová igyekeztünk? Újvidékre. Látod a hely háromasságát, a honnan, a hol és a hová kérdések foglalják ezt össze. Az idő határozó a következő, és az idő határozó esetében is megvan az idő háromasság. Nézzük meg gyorsan a mondatokat. Március óta otthonról tanulunk, reggel napsütésre ébredtem, holnapig kell elolvasnom a szöveget. Mióta tanulunk otthonról? Március óta. Mikor ébredtem napsütésre? Reggel. És meddig kell elolvasnom a szöveget? Holnapig. Tehát a mióta, mikor és a meddig kérdések foglalják össze az idő háromasságot. És a harmadik határozó pedig a módhatározó. Ugye hogyan, milyen módon megy végbe a cselekvés? Nem a személy, aki végzi a cselekvést, mert ha annak a hogyan milyenségére adnánk választ, akkor az lenne az állapot határozó, ezt a hetedikesek már megint biztos, hogy tudják, de nekik is nem árt ismételni. Nézzük meg a módhatározó esetében a 3 példamondatot. Ildikó gyalog jár iskolába, figyelmesen megyek át az úttesten, a közönség tapssal ünnepelte a színészeket. Hogyan, milyen módon jár iskolába? Gyalog, tehát a cselekvést gyalogszerrel végzi, ugye gyalog jár, ez a módja a járásának. Figyelmesen megy át az úttesten, milyen módon megy át az úttesten? Figyelmesen, tehát nem vakon és át a másik felére az útnak. A közönség tapssal ünnepelte, és itt is mivel ünnepelte, hogyan, milyen módon ünnepelte, tapssal ünnepelte a színészeket, megkaptuk a 3 módhatározót. Hát úgy az alany, állítmány, tárgy és a határozók sorából ti is nyugodtan arra az adott papírra, illetve gyakorló füzetbe lehet egy-egy plusz példa mondatot otthon szerkeszteni, és leellenőrizni, hogy vajon azt jól oldottátok-e meg. És akkor az utolsó számú bővítmény a mondatok sorában a jelzők. Emlékezel rá, tanultatok többféle jelzőt, az első a minőségjelző,
a virágos udvarban illatoznak a lila orgonák, illetve a virágos udvarban illatozik a lila orgona, egyes és többes számban is el lehet mondani a mondatot, ugyanaz a jelző található benne, hogy milyen udvarban, virágos udvarban, a szeleburdi család vidám utazásról érkezett haza, milyen utazásról, vidám utazásról, és milyen család, szeleburdi család, és a magas fal mellett sovány akác nőtt ki, milyen akác, sovány akác, és milyen fal mellett, magas fal mellett. Tehát ebben a három példamondatban, ha jól látod, akkor hat jelzőt használtunk, a virágos, a lila, a szeleburdi, a vidám, a magas és a sovány jelzőket. A következő a mennyiségjelző. A mennyiségjelzőnél is a három példamondat, három alma piroslott a fán, 500 futó indult el a mezei versenyen, sok lúd disznót győz, a három mennyiségjelző, hány alma, három alma, hány futó, 500 futó, és mennyi, hány lúd, sok lúd. Az első kettő mondatban határozott a számnév, az utolsóban pedig egy határozatlan számnévvel van dolgunk. Hát igen, a jelzők között még a birtokos jelzőre is biztos, hogy időt kerítettetek és tanultátok, amikor valakinek, valaminek a tulajdonát, a birtokát jelöli meg. János vitéz kardjától féltek a törökök, fáj a kutyám lába, és csámcsogva rágják az ég sárga sajtját, hangzik a költő tollából. Vitéz kardja, kinek minek a kardja, a vitéznek a kardja, a kutyámnak a lába, kinek minek a lába, és kinek minek a sajtja, az égnek a sajtja. Így alakul ki a mondatokban a birtokos jelző. Ugye tudjuk, a naknek ragot ebben az esetben a jelző szerkezetben el is hagyhatjuk. Tehát mondhatom úgy is, hogy vitéznek a kardja, illetve vitéz kardja. Kutyámnak a lába, kutyám lába, és az ég sajtja, vagy égnek a sajtja. Hát igen, de hát ott az a magyar gyakorlófüzet, és akkor lehet gyakorolni. Amikor majd ti ezt a felvételt látjátok egy szűk 10 nap múlva, akkor már valószínűleg, hogy a Pannon Televízió, illetve a Magyar Nemzeti Tanács oldalán meg fogjátok találni ezt a bemutatót, és ezt az oldalt is ott fogjátok látni, tehát ki lehet nyitni, és a műsorral egy időben lehet a gyakorlatot végezni, méghozzá ebben az esetben a beszélő szándéka szerint alkoss 5 mondatot, egy kijelentőt, egy kérdőt, egy felkiáltót, egy felszólítót és egy óhajtót. Látod, kamerázza a Maci és az Egér a nagymamát és az unokákat, hát adjál nekik szót a szájukba, párbeszédre késztesd őket, legyél kreatív, szólaltasd meg az Egérkét, kamerás itt már mosolyog, hasonlóképpen te is találj ki mondatokat a kép alapján. A következő feladatban írtam példamondatokat szám szerint 5-öt, és zárójelben megjegyeztem, hogy mikkel, milyen mondatrészekkel lehet bővítened. Hát a katamos egyszerű tőmondatot egy minőségjelzővel, egy mennyiségjelzővel és egy tárgyal kellene bővítened, hasonlóképpen a fű zöldül tőmondatot egy helyhatározóval és egy időhatározóval, apa dolgozik, hogyan dolgozik, milyen módon dolgozik, apa bővítsd egy módhatározóval, a Béla ír minőségjelzővel, tárgyal, helyhatározóval és időhatározóval, a cica játszik pedig minőségjelző 2 darabbal és helyhatározóval 1-jel. Ezek nem nehéz gyakorlatok, kicsit visszaemlékezel a kérdéseikre, milyen, hol, honnan, és már menni is fog a tőmondatok bővítése. A harmadik gyakorlat pedig jelzőszerkezetek. Én adtam összetett szavakat, alakítsd át birtokos jelző szerkezetté, gondolj az előtt az ég sajtja, égnek a sajtja esetében, asztalláb, minek a lába, asztalnak a lába, és hasonlóképpen bontsd 2 szóra az összetett szót, és meg fogod kapni a birtokos jelzős szerkezetet. A harmadik vagy negyedik feladat most már pótold a hiányzó részeit a szószerkezeteknek, hogy jelző szerkezet váljon belőle.
minőségjelző szerkezeteket tudsz belőle létrehozni, milyen kerítés, milyen játék, milyen kert. Legyél kreatív és pótolgasd a pontok helyén a jelzőket. És ezzel ennek az órának itt ér véget. Jó gyakorlást és jó tanulást odahaza, erőt, egészséget. Szevasztok!